Koszorúkkal és virágokkal tisztelegtek a legnagyobb magyar szobra előtt a Széchenyi diákok. Az intézményben az évtizedes hagyományokhoz igazodva minden év szeptember 21-én Széchenyi napot tartanak, a legnagyobb magyarra emlékeznek. A kulturális és történelmi hagyományaink a diákok nevelésében és fejlődésében mindenképpen hasznos és mély nyomokat fognak hagyni, amit a későbbiekben a saját életvitelükkel netán vissza fognak igazolni, és ugye a közösségépítés és az iskola hagyományai egy közösségi, nagy Széchenyi diák közösségi kovácsolja őket. A megszokott hagyományőrző ünnepség most kibővült, hiszen ma gróf Széchenyi István 1823. május 24-én tett nyíregyházi látogatására is emlékeztek. Egyik taktársunk felfedezte, hogy katonaként, huszárkapitányként Hajdú Bihar megye területén, Bihar, Diószegen katonáskodott ez a Széchenyi. Egyik parancsnoka éppen akkor Nyíregyházán volt, és átjöttek ide barátjával együtt Nyíregyházára, éppen az őrnagyi előléptetését rendezni. Most ehhez kapcsolódik, hogy nem akarták előléptetni, és meg is gondolta magát szerencsénkre, és ekkor vette az irányt a közéleti pályán, írta a műveit, és alkotott, és lett a legnagyobb magyar. Az ünnepség végén felavatták a nyíregyházi látogatás alkalmából elhelyezett emléktáblát.